Fiatal korában sprinter volt, aztán szögre akasztotta a cipőket, hogy 55 évesen vegye elő újra azokat. Lóki Tamásné 1990-es nyugdíjba vonulása óta edz ismét, és szenior versenyeken is indul. Egyedül fut, de edzésterv alapján készül. Két kört szoktam bemelegíteni, utána gimnasztika, futóiskola, utána sprintelek valamennyit, de nem túl sokat. Attól függően, hogy bírom, mert mondjuk az ilyen szeles időt azt nem szeretem, és utána még egy körlevezető. Lóki Tamásné a közelmúltban vehette át az első alkalommal odaítélt Monsport Sarolta díjat Budapesten. A kitüntetettek személyes életükkel a nemzet sportolója példáját követik, az idősekért dolgoznak és nem csak a közvetlen közelükben élőkért, hanem szélesebb körért is felelősséget vállalnak, hangzott el a méltatásban. A pécsi sprintert mindezek mellett személyes célok is vezérli. Nagyon sok második meg harmadik eredményt értem el így nemzetközi versenyen, de szeretnék egyszer már az első lenni, mert azt nem sikerült elérnem sose. Lóki Tamásné elmondta azt is, ezzel a díjjal elérhetővé vált számára több nemzetközi versenyre a kiutazás. Legnagyobb álma az, hogy eljusson a tokiói világbajnokságra, ahol érmet szeretne szerezni.